Üdvözöllek! Különféle képszerkesztő, képkonvertáló programokról már többször is volt szó a videó tanfolyamon. Most egy olyan megoldást nézzük meg, amivel nagyon egyszerűen megoldható sok kép egyszerre történő konvertálása más formátumokba, tehát például JPG-ből PNG, vagy éppen PNG-ből JPG készítése, valamint az átméretezés, illetve a vízjelezés, illetve szövegekkel való ellátás is könnyen megoldható ezzel a programmal. Ennek az a neve, hogy Image Tuner. Ha rákeresünk, akkor itt az első találat, kattintsunk rá, és akkor a download, itt van az ingyenes változat, a download fáj mentése, és akkor indítsuk el a telepítőt. Most megnézzük a telepítést, mert előfordulhat, hogy egy másik programot is fel szeretne telepíteni, amit úgy gondolom, hogy a nagy többség annyira nem szeretne. Next, elfogadjuk a használat feltétele, egy next. Be lehet állítani, hogy hova szeretnénk telepíteni, de most az egyszerűség kedvéért, hogy ezzel nem menjen az idő, én ezt most nem állítom be, hanem ezen hagyom. Next, megint next, megint next. És most nekem nem ajánlott fel másik programot, hogy telepíteni szeretne, de hogyha te esetleg találkozol ilyennel, akkor azt ne engedélyezd. Vagy hát persze, ha szeretnéd, akkor engedélyezd, ahogy gondolod, de valószínűleg te sem szeretnéd, és akkor telepítés. El is tudjuk rögtön indítani, finish. Látható, el is indult, és akkor hát tulajdonképpen ide kattintunk a képek hozzáadása gombra. Hát vagy a másik módszer, hogy valamilyen fájlkezelőből áthúzzuk a képeket, kijelölve képet vagy képeket. Balegér gombot nyomva tartva, látható, hogyha ide állok, amikor le van téve a tálcára, ráállok erre a gombra, akkor megjelenik az ablak, és akkor ide rá lehet húzni, itt pedig felengedjük a balegeret. A képek azok hozzátestre kerültek, de ez is használható, ez a gomb. Látható, hogy be kellene tallozni a képeket, tehát elég sokféle képformátumot ismer, vannak köztük azért egzotikusak is. Na mindegy, most nekem ezek így jók lesznek, és akkor meg kell határozni, mit szeretnénk ezekkel elvégezni. Itt van ez a gomb, hogy erre kattintunk, látható, még vannak átméretezés, vízjel, konvertálás, átnevezés, különféle képinformációk eltávolítása, de át is lehet őket fordítani vertikálisan, tehát függőlegesen, horizontálisan, vízszintesen, vagy lehet őket forgatni valamilyen irányba, színezni, különféle javító, illetve egyéb műveleteket elvégezni, akár ki is vághatunk. Sőt, le is tudjuk őket kerekíteni. Most akkor kiválasztom ezt, meg van itt ilyen, hogy filter, azt is meg lehetne nézni, de most mindent nem fogunk megnézni. Mondjuk most legyen a lekerekítés, hozzáadás. Meg kell adni, hogy mennyivel kerüljön lekerekítésre. Hogyha ugyanilyen értéket adunk meg, akkor ez egy szabályos lekerekítés lesz, tehát egy kör alakú. Mondjuk most 10 pixel, 10 pixel, oké. Okay. Ezt egy picit arrébb húzzuk, akkor látod, hogy megjelent a művelet. És akkor még egy, mondjuk, egy konvertálás, hozzáadás. Mibe szeretnénk átkonvertálni, legyen most PNG, ezek JPG képek. Ez így jó szokott lenni, tömörítés 9-es, célszerű engedélyezni a legmagasabb tömörítést, hogy minél kisebb méretű legyen, és akkor oké. Okay. Látod, ez is hozzáadásra került. De látható, van itt még egy csomó minden, most ezeket mindent azért nem néznénk meg, hanem azt mondjuk, hogy done. Hogyha ezek közül valamelyiket szeretnénk törölni az elvégzendő feladatok közül, akkor kiválasztjuk, és akkor erre kell kattintani. De amúgy, hogyha ide állunk, látható, itt van egy ilyen lefele mutató háromszög, erre kattintunk, akkor közvetlenül hozzá tudjuk itt adni különféle dolgokat. Hát ezek tulajdonképpen ugyanazok, mint hogy ide kattintanánk, csak itt egy látványosabb formában kapjuk ezt meg. És igazából ennyi az egész, ide startra kéne kattintani. Mondjuk még egy dolgot megmutatok, hogy erre kattintunk, akkor látható, hogy itt a képek megjelennek ilyen kis képekkel. Ez pedig a lista. Tehát akkor start. Meg kell adni, hogy hova szeretnénk a kész képeket elhelyezni. Tallózzuk ezt be. Én most a letöltéseket választottam ki, mert ott vannak az eredeti képek is. Mappa választás, és ezt így feldolgozza, aztán tulajdonképpen készen is van, ennyi az egész. Látható, itt vannak a PNG képek. És valóban le van kerekítve. Ez a lekerekítés annyira mondjuk azért nem szép, de megoldotta a dolgot. Mondjuk még egyet megnézhetnénk, hozzáadunk vízjelet. Ez lehet kép, vagy pedig szöveg. Hát most nekem kép az ugyan nincsen erre a célra, de mondjuk legyen szöveg. Ennyi. Mondjuk legyen az, hogy videó tanfolyam. Itt a betűtípust be tudjuk állítani értelemszerűen. Oké. Okay. Megint oké, okay, és akkor start. Megint be kell állítani. Létrehozok itt egy új mappát.
Még legyen az, hogy feliratos, vagy vízéles, vagy ilyesmi. Mappa választás, és akkor ez kész is van. És látható ott van, csak hát igen, ez nem valami túl nagy méret ez a szöveg, de ott van. Persze a szöveg tulajdonságait azt át lehet állítani. Most akkor dupla klikkel ráklikkeltem erre. Text, és akkor font. Legyen így ekkora 20-as. Ezeket most ki is törlöm. És akkor start. Ugyanez a mappa. Jó lesz mappa. Választás. Kész. És akkor hát nézzük meg mondjuk ezt. Hát látható valahogy így néz neki. Hát tulajdonképpen ez a program így használható. Úgy nagyon sok mindent nem lehet róla mondani igazából, mert nagyon egyszerűen használható.